Ezt a műsort támogatta a Kemenes Cukrászat. Szeretettel köszöntelek benneteket a Telített Asztal című főzőműsorban, avagy Kapu a szívedhez az ízeken át. A mai adásban füstölt szüzélmét fogok készíteni egy magyaros mártással, jutulós galuskával. Itt láthatóak az eszközök hozzá. Ez egy asztali füstölő, amivel egyébként általában halat szoktak füstölni, de nagyszerűen lehet vele füstölni húsokat, zöldséget, akár sajtot is. Úgyhogy bemutatnám, hát ez így néz ki ez a füstölő. Ez denaturált szesszel megy, vagy pedig lehet zselét is kapni hozzá. A füstölő alját megtöltöm, kétféle fűzészport fogok használni, az egyik egy bükkfa, a másik pedig egy körtefa. Ezzel lehet kicsit az ízeken is játszani, meg a húsnak a színét is lehet egy kicsit befolyásolni. Ez egy nagyon jó kis szerkezet egyébként, így otthonra nem is drága, tehát tudom javasolni a kedves nézőknek, hogy bátran szerezzenek be otthonra egy ilyen kis készüléket, mert nagyon, nagyon jó lehet vele otthon játszani. A szüzet azt előre bepácoltam, egy meleg pácot készítettem, ami egy 5%-os sóoldat. Az azt jelenti, hogy 1 liter vízhez 5 deka sót használtam, egy kis fekete bors, egész fekete bors, szegfűbors, hagyma van benne, és egy pici fokhagyma, és ezzel egy éjszakát, tehát természetesen meg kell várni, míg a pászlé lehűl, tehát nem szabad melegen ráönteni, és akkor a hűtőbe egy éjszakát áll. És akkor ezt a szüzet is ráhelyezem erre a rácsra, letakarom. Megpróbálkozom begyújtani a... Igen. És ez ennyiből áll, és gyakorlatilag ez körülbelül egy 45 perc alatt fel fog füstölődni. Ez egy meleg füst, tehát gyakorlatilag amit ezzel füstölünk, ez egy picit át is párolódik, és nagyon kellemes, finom ízt ad. Ezen a füstölőn van egy pici kis rés, ezen lehet állítani, hogy mennyire szeretném intenzíven ezt a füstöt, úgyhogy most ezt félretesszük, és közben majd elkészítünk egy lecsót, és abból lesz egy magyaros mártás majd. Hát amíg a szűzpecsenyét elfüstöljük, addig elkészítem a lecsót, ami a mártásnak az alapját adja. Egy vörös hagymát fogok szeletelni. És a lecsót egy szalonnán fogom elindítani. Ezzel egy szalonnán. Hát a szalonnánk szépen sül, addig ugye említettem, hogy az Isten minket tökéletesnek teremtett meg. Majd azt mondta, hogy nektek adok minden maghozó növényt, az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Legyen mindez a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledőre adok minden zöld növényt, és úgy történt. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, az igen jó. Ugye sajnos, ugye Isten törvényét azt az ember szép lassan elfelejtette megtartani, és elmentünk egy olyan irányba, ami már mondhatni azt, hogy pontosan az ellentéte az, amit Isten nekünk megszabott. Így a gasztronómiában ugye Isten nem mondta azt, hogy génkezelt állatokat, génkezelt növényeket
együnk, és talán kedves nézők tudjátok, hogy ma már az iparszerű élelmiszer termelés az oda jutott, hogy egy csirkét 6 hét alatt felnevelnek, különböző hozamfokozókkal, kemikáliákkal, antibiotikummal kezelik. Ezek a csirkék gyakorlatilag nem tudnak lábra állni, mert az izomzatuk ki sem tud fejlődni, viszont gyönyörű nagy comb és gyönyörű nagy mellük van. Hát sajnos ez az iparszerű termelés itt tart ma már. Egy sertést, amit tudjuk, hogy azért kell 6-8 hónap legalább egy sertésnek, hogy ezt fel lehessen normális körülmények között hízlalni, azt ma már 2-3 hónap alatt 100-120 kilóval hízlalják. Tehát alaposan belenyúltunk ugye a természetben, és ez meg is látszik az egészségünkön, hiszen Isten azt mondta, hogy ajándékul adja nekünk az egészségünket, a hosszú életet, amennyiben betartjuk a törvényeit. De ugye tudjuk, hogy ezt nem tartottuk be, az emberiség folyamatosan elkövet bűnöket, és itt nem arra gondolok, nem tudom milyen nagy bűnökre, hanem inkább arra, hogy célt tévesztünk nagyon sok dologban, így az étkezésben is. Ezáltal talán nem állok el titkot, mert nagyon sokan tudjátok, hogy Magyarország élen jár nagyon sok betegségbe, daganatos betegségekbe, bél, gyomorbetegségekbe, 50-55 éves korban már rengeteg ember nagyon súlyos betegségekkel küszködik, és ez visszavezethető a táplálkozásra. Ezért mindenkit nagyon bíztatok, hogy figyeljenek oda erre, mert rengeteg problémát megelőzhetünk. Ugye sokan szoktátok mondani, hogy igen ám, de ezek az egészségesebb ételek, az egészséges étkezés az nagyon sok pénzbe kerül. Én azt gondolom, hogy a különbözetet, amennyivel többe kerül, azt megfizetjük máshol. Megfizetjük a gyógyszertárakba, az orvosi ellátásban, tehát a megelőzés sokkal kifizetődőbb, tehát anyagilag is és egészségügyileg is. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogy legalább arra figyeljen oda, vagy arra figyeljetek oda, hogy magyar terméket vásároljatok. Hát ez nagyon jó a saját egészségünknek és jó a gazdaságnak is. No, akkor folytatnám a lecsót. Szalonna szépen megsült. Megy bele a hagyma. A hagymánk az szépen üvegesre sült. Alá teszem a zöld paprikát. Egyébként a sertésszűz az amellett nagyon finom, egészséges is, minimális a zsírtartalma, 100 g sertésszűzben mindössze 3,5 g zsír van. Úgyhogy ha valaki szeret vigyázni a vonalaira, ők is nyugodtan fogyaszthatják. Ugye a lecsó pedig ugye egy abszolút magyaros étel, bár a franciák is előszeretettel főzik, de ők ugye nem szalonnával vagy kolbásszal, víslivel, hanem ők cukkinivel szokták készíteni. A felolvasott igéhez kapcsoltam, hogy saját bizonyságaimat el tudom mondani, hogy ugye amikor az ember letér arról, amit Isten megszabott számára, akkor előbb-utóbb egy negatív spirálba kerül. Többször megfigyeltem, hogy még régebben, amíg még nem voltam megtérve, és olyan dolgokat cselekedtem, vagy mondtam csak, annak mindig valamiféle negatív következményei voltak. Viszont amikor az ember betartja azt, amit tényleg Isten ránk szabott, és odafigyelünk az Isten igéjére és azokra a jelekre, amiket kapunk, akkor mindig néha jó dolgok történnek. Itt
felhívnám a kedves televíziónézők figyelmét, hogy három dologra. Az egyik a ima fontossága. Tehát az imának óriási ereje van. A napi ima az a hitünknek az alapja kell, hogy legyen. Illetve nagyon fontos a szolgálat és az adakozás. Ha adok, akkor kapok is. És mindig is fontos volt az adakozás, már a Biblia időkben is, de a manapság, amikor azért rengeteg problémát látunk a világban, nagyon sok a szegény ember, nagyon fontos az adakozás. És ha adakozunk és szolgálunk, annak mindig megvan a maga pozitív hozadéka. Isten többszörösen visszafizeti nekünk azt. Úgyhogy mindenkit csak bíztatni tudok erre, hogy figyeljünk oda egymásra, és ha van lehetőségünk rá, és jó szívvel tesszük, akkor adakozzunk. Én a lecsóba fekete borson és kis fokhagymán kívül még időnként szoktam beletenni egy pár szem szegfű borsot. Ez igazából nem való bele, de ennek a mátásnak egy nagyon kellemes, nagyon lágy ízvilágot fog adni. Úgyhogy néhány szem szegfű bors is kerül az ételbe. Meg a fekete bors. Illetve a só. Ugye a sóval vigyázzunk kell, mert a füstölő szalonna is sós, tehát túlzottan nem kell. No, ameddig fő a lecsónk, addig bekeverem a jutulós galuskát. Ezt elméletileg kétféleképpen is elkészíthetjük. Nagyon sokan külön elkészítik a galuskát, vagy a nukedlit, és utána keverik be egy kis tejfölös jutulóval. Én már a lisztbe bele fogom keverni a jutulót, és így fogom kiszaggatni. Úgyhogy, ahogy a recept be is van, 30 deka liszthez teszek egy tojást, kis sót. De vigyázni kell a sóval, mert maga a jutuló is elég sós. És ez így, persze így egy kicsivel nehezebb megcsinálni, elkészíteni, de szerintem ízvilágában sokkal jobb lesz. Kevéske víz. És most összegyúrom. Itt felfolt a sós vízünk. Elkészült egy egészen lágy, a kamerának mutatom, hogy egy egészen lágy tészta. És akkor ezt most ezzel megpróbálkozom, ezzel a kis szaggatóval. Elkészült a lecsónk, ezt egy botmixerrel most le fogom túlmixolni, hiszen ez lesz majd a mártása a szűzérmékhez. Elkészült az étel, javaslom, próbáljátok ki otthon is, és ha valaki nagyon szereti esetleg a tejfölt, akkor a lecsós mártásban nyugodtan már keverhet egy kis tejfölt, egy kis tejszint, illetve apróra vágott kaprot. És köszönöm, hogy velem tartottatok, és várok benneteket vissza a következő főzőműsorba.
az Isten áldjon meg benneteket. Ezt a műsort támogatta a Kemenes Cukrászat.